100%-os teljesítménnyel végzett az élen az elmúlt szezonban a megyei másodosztályban a nagyecsedi futballcsapat, amely a középmezőny célozta meg az első osztályban. Ehhez képest a második helyen telelhet az Opre Mihály által irányított együttes, köszönhetően annak, hogy 9 győzelem és 4 döntetlen mellett mindössze 2 vereséget szenvedtek Ádámszkijék. A 25 szerzett gólnál csak 4 csapat lőtt kevesebbet, viszont a 13 kapott góllal a nagyecsed a legjobb a mezőnyben. Tavaly óta elvileg ez a társaság egybe van. Hiszen 5 embert igazoltunk, Jamában ilyen rutinos futbolistákat, akiket nem kellett beépíteni, tehát mindegyik úgy mondom, hogy képzett futbolista volt, és maga a közösségnek, tehát egy összetartó társaságról van szó, úgy, mint a vezetőség, a polgármester úr, tehát mindenki, mint egy haveri társaság, ez nagyban hozzájárult a sikerhez. A csapatban jó néhány rutinos, magasabb osztályt megjárt futbolista is szerepel, akik megadják a kellő stabilitást a hátsó alakzatnak. Próbáljuk azért biztonságos védekezésből úgymond uralni a játékot, ami én úgy gondolom, tehát maximálisan sikerült, mint ahogy a második hely is bizonyítja ezt. Tehát elsősorban védekezést tartjuk szem elől, hála Istennek vannak azért nálunk fiatalok is, akik úgymond a gyors kontrajátékban viszont aktívak. A nagyecsediek január 8-án egy teremtornával kezdik a felkészülést, amelyet hazai környezetben többek között az újonnan átadott műfüves kispályán folytatnak majd. A csapat pályára lép a megyei igazgatóság által szervezett szabadtéri téli bajnokságban is.